Nekem azt tetszett nagyon, amikor a szemára a fülszövegbe írod, hogy ez is egy magyar konyha. És ugyanis tőlem is rengetegszer megkérdezik, hogy mi az a magyar konyha, és ugye erre nem lehet válaszolni, mert nincs olyan, hogy magyar konyha. Olyan van, hogy rengetegféle magyar konyha. Talán, hogyha azt megkérdezik, hogy mi az utolsó nagy magyar konyha, akkor azt lehet mondani, hogy mondjuk a monarchiának a magyar konyhája, ami mondjuk az Emma asszonyból, az Ignótuszból föltérképezhető, ez a sok nyelvű, sok identitású, sok vallású, sok hatású fúziós konyha, az mondjuk az utolsó nagy magyar konyha. Ez a magyar konyha, tehát hogy a magyar konyhát meghatározni, ugye minimum három koordinátarendszerben lehet, ugye az egyik az idő, a másik a tér, és a harmadik a társadalmi rétegzettség. Na most, hogyha a Molnár Júlia szakácskönyvét be kell lőni ezen a három koordinátarendszeren, akkor ez hol helyezkedik el? Térben tudjuk viszonylag pontosan, időben tudjuk egész pontosan. Tehát időben tudjuk, mert rá van írva, hogy 1854. Ez egy biztos támpont, körülbelül az egyetlen biztos támpontunk ebben az egész történetben. Ami a teret illeti, ott abban vagyunk biztosak, hogy ez Mosonban került elő, ez a szakácskönyv, de már hogy ott készült-e pont Moson városában, azt nem tudjuk. Az egészen biztos, hogy Nyugat-Dunántúl, mert anya, a szerző, dunántúli tájszólásban beszél, azt hallani lehet a szövegben, azt a gyönyörű, aranyos, édes dunántúli nyelvet. Olyanokban is, hogy azt mondja, hogy pirisd a húst, rövid ívelcsével, rövid uval, meg hogy olyan tájszavakat is használ, amelyek jellemzőek. Ezek közül a legmókásabb szerintem, hogy a májat mája néven nevezi meg, amelynek a birtokos esete májája. És ez az egész Dunántúlon a mai napig létezik. Tehát ezekből tudunk biztosan következtetni arra, hogy anyanyelve dunántúli magyar nyelv. Na most, ami a társadalmi hierarchiában betöltött helyet, vagy elfoglalt helyet illeti, arra a szakácskönyvben található receptek hozzávalóiból következtethetünk viszonylagos biztonsággal, amiből az én számomra az is majdnem biztosan kiderül, hogy egy városi családról van szó itten. Lehetne mondjuk egy dunántúli kisnemesi kúria is éppeg, de ahhoz képest nagyon sok olyan hozzávaló szerepel a könyvben, amelyekhez biztosan boltra van szükség, fűszerboltra van szükség, jól felszerelt boltra van szükség, mert mit tudom én, ugye a tojás az kikerül rettenet mennyiségben saját háztartásból, vagy baromfi hús kikerül, de már mondjuk a szardella, vagy a kápribogyó, vagy a szerecsendió virág az már nem kerül ki. Tehát ahhoz bolt kell. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy városi háztartás, nagyon jó piac van, és van nagyon jól felszerelt bolt, ahol ezeket a csodákat meg lehet kapni. Na most ez azért is viszonylag egyszerű belőni a társadalmi réteget, mert hogy egy csomó társadalmi réteget kizárhatunk ebből. Simán. Tehát, hogy ugye az első népszámlálás, második József idejében 80-90% földműves paraszt él ebbe az országba. Ugye ennek a rétegnek, vagy ennek a többségnek a gasztronómiájáról szinte semmit nem tudunk. Amit tudunk, azt se szakácskönyvből tudjuk. Egyrészt, mert nem nagyon tudnak írni, másrészt nem írnak szakácskönyvet, mert minek, idejük sincs rá, stb. Úgyhogy ezt a 89%-ot már ki lehet húzni, marad 10%, és akkor a többit is azért nagyjából. Tehát, hogy a mondjuk egy gróf kisasszony se áll neki szakácskönyvet írni, a gróf kisasszonynak a szakácsa vagy a szakácsnője már esetleg. Igen, ez egy nagyon fontos kérdés volt, amit az előszóban egy kicsit fejtegetek is, hogy egyáltalán ki, kinek és miért ír szakácskönyvet. Mert ugye, amit a legrégebbi szakácskönyvekről tudunk, az az, hogy ínyencek, gyakran nagyon gazdag ínyencek
írnak vagy iratnak szakácskönyvet, és az ő szakácsaik azok, akiktől ilyenekre számítani lehet. Bár ott is szerintem azért kérdés, hogy minden ételt leírnak-e. Mert nyilván volt olyan recept, amit az Isten pénzéért le nem írt volna, és oda nem adott volna senkinek, mert az az ő specialitása volt, és tehát esze ágában nem volt megosztani senkivel, csak legfőjebb a legkedvesebb segédjének vagy kuktájának mondta meg a halála előtt, ha egyáltalán. És én ismerek olyan magyar családban fennmaradt receptet, amit senkinek nem adnak oda. Senkinek nem mutatnak meg. Ma sem. Tehát, hogy léteznek ilyenek. Na most, ami a paraszti vagy szegény emberi háztartásoknak a konyháját illeti, arról igaz, hogy nem tudunk sokat, vagy nem tudunk szinte semmit, de azért azt érdemes hozzátenni, hogy az a konyha, ami valószínűleg a legkevesebbet változik az idők során. Mert ott nagyon adottak a helyben megtalálható alapanyagok, amiből főzni tudnak, azok nem nagyon egészülnek ki, na kivéve amikor jön egy ilyen nagy áttörés, hogy megérkezik a krumpli, meg a kukorica, meg a paprika, na jó, akkor... Na de ez is egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Marha lassan, több száz év, mire elkezd, a paprika is nagyon lassan épül. Persze. Nagyon-nagyon lassan fognak ezek bekerülni a napi használatba. Az biztos szerintem, hogy a magasabb rétegeknek a konyhája az gyorsabban pörög. És ott nagyobb változások vannak, és ott hamarabb bekerülnek, már csak azért is, mert a nagy szakácsokat adják, veszik az arisztokraták egymás között, tehát ott simán jöhet egy francia, vagy egy cseh, vagy egy nem tudom, bármilyen nemzetiségű szakács máshonnan. A másik kör, ahol lehet ilyen mozgás, és a fúziós konyhának egy nagyon fontos alapja és terepe, az meg a szerzetesek, akik össze-vissza keringenek Európába, és a legváratlanabb helyekről helyekre kerülnek át, és viszik részben az alapanyagok ismeretét, részben a velük való bánásnak az ismeretét. Tehát ott mozgékonyabb. És gasztronómiai szakemberek, mert főznek, alapanyagot termesztenek, sört főznek, likört készítenek, stb. Tehát, hogy például a férfi főzés az velük kezdődik, mert ha például megnézzük ezeket a nagy 19.-20. századi írókat, akik rengeteget írnak gasztronómiáról, akkor gyakorlatilag azt vesszük észre, hogy ezek a nagy nevek, mint a Krúdi, meg a Tömörkény, meg a satöbbi, Kosztolány, satöbbi, ez egyik se tudott főzni, de egy picit se. Igen. Tehát azt hiszem, a Bródi Sándorról tudunk annyit, hogy a Margit szigeten gulyást... Eszméletlen jó pörköltet, meg gulyást tudott készíteni, de nagyjából ennyi. Tehát a korabeli férfi képbe, polgári férfi képbe az, hogy valaki főz, az nem nagyon fér bele, nem az, hogy nem nagyon, nem fér bele, és a női képbe se nagyon, tehát inkább ez a háztartás vezetői funkció, tehát nem gondolom azt, hogy egy polgárasszony az otthon kavargatta volna a pörköltet. Na most azért ez nem így van teljesen, mert a lányoknak a háztartás vezetés elsajátításába beletartozott az, hogy igenis bizony meg kellett tanulniuk főzni, hogy mennyire csinálta, az egy más kérdés, de hogy tudta irányítani Abszolút. A főzést, azt tudni. Úgyhogy az én nagyanyámat is kamaszlány korába úgy bevágták a gazdasszony képzőbe, mint a vihar, és meg kellett neki tanulni azért számosokból, először is azért, hogy ne követeljen lehetetlent a személyzettől. Kellett neki tudni például a dolgoknak az árát, az értékét, kellett neki tudni, hogy mi mennyi időt vesz igénybe, hogy ne kérjen lehetetlent, hogy ne csináltasson olyasmit, amit nem lehet egy óra alatt megfőzni, mert neki tudni kellett, hogy az eltart két órába is, mire elkészül. És a harmadik dolog pedig, hogy ne lehessen őt átvágni. És az anyja mellett is a konyhába, aki dédi, aki itt lóg a fejem fölött, aki dédi egy legendásan jó háziasszony volt, és ő neki volt ugyan szakácsnéja, meg volt cselédség, de azokat irányítani kellett. Mert megjön vidékről... Erről a festményről nem az jut eszembe, hogy,
hogy ül a konyhába és krumplit pucol. Nem tehát pucolja. Azt azért nem ő csinálta. Nem, nyilván nem pucolja. Nyáron Budakalászon rettenetes befőzéseket dirigálja, meg hát nyilván otthon is a vízivárosi lakásukban dirigálja a cselédlányt, meg dirigálja a szakácsnét, mert van neki mind a kettő. Karmesterek voltak tulajdonképpen, konyhai karmesterek. Amikor elő kellett állítani mondjuk egy nagyon elegáns ebédet, mondjuk dédapa kollégái jöttek valami ünnepségre, nem tudom, névnapot, születésnapot köszönteni, hát ott nem lehetett beégni, ott nem lehetett rábízni egy hatelemis szakácsnéra, meg egy nulla elemis mindenesre annak az ebédnek az elkészítését. Tehát ott dédmama ott állt, felvette az olyan ropogós kötényét, hogy lerakod, megáll helybe, és dirigált. Beszéljünk erről az időről, ugye ez a az biztos, hogy a 19. század első feléről, annak is a második feléről beszélünk. Most ez egy hihetetlen fontos időszak, legalábbis azt szoktuk mondani, hogy ez egy nagyon fontos időszak a magyar konyha történetében. Körülbelül erre az időszakra rakjuk a paprika boomnak a történését, tehát akkor, amikor elkezdi a porpaprika, és ennek a felhasználása elfoglalni a magyar konyhát, azóta mondjuk azt, hogy szügyig járunk a paprikás szavban. Szügyig járunk-e a paprikás szavban, és akkor ez a kérdés, majd utána kérdezek még egyet, mert belejöttem a kérdezésbe. No. Nem járunk szügyig, anya konyhájában egyáltalán nem járunk szügyig, az egész receptkönyvben összesen 6 darab paprikás recept van, de azok között is olyan vicces dolgok, mint hogy a csirkepaprikásba sárgarépát rak. Ez már csirkegulyás lassan. És igen, nem derül ki, hogy milyen alakzatba, hogy felkarikázva, reszelve, hogyan, mert ha reszelve, akkor éppen tegnap beszélgettünk valakivel erről, hogy a pörköltek és paprikások alapjába a belereszelt és ott a láthatatlanságig szétfőzött sárgarépa milyen jót tud tenni íznek és színnek egyaránt. Húsleves kezdésének is használták régen, hogy besárgítsa, és akkor utána azt mondták, hogy a csirkétől van, vagy a tyúktól, vagy a kakastól sárga, közben a sárgarépától. Igen, én nem főzök levest úgy, hogy annak az alapját túl szolgáló zöldségeket meg ne pirítanám először olajba. Mert az átadja az ízét neki, és akkor teljesen más lesz az egész. Na, szóval itt van már paprika, de nem úgy, ahogy mi elgondoljuk. Paprikás halat csinál. Ugye, ha mosomba járunk, ez tök normális, hogy akkor ott legyen hal. Na, de azt a paprikás halat is, Istenem, anya húslével ereszti föl, vajjal alapozza. Tehát miről beszélünk? Szóval még a halászlé se forrta ki magát mosomban ebben az időben sem ennyire se arra a formájára, aminek ma ismerjük. Helyette tejfölben és húslevesben gázolunk szügyig. Mind a kettőnek megvan az oka és az értelme. Ugye a húslének, a húslevesnek az, hogy nagyon sok marhahúst esznek, valószínűleg az van a legtöbb, meg hát ugye el tudom képzelni, hogy moson már vegye legelőin, ott milyen vidáman bologat a marha. Úgyhogy tejtermékből is van elég, de a tejföl az mindent visz, rengeteg tejföl. És ez nyilvánvalóan az osztrák-német konyha hatását mutatja, mert ott ezek nagyon vannak, ott ezek nagyon, nagyon fontosak. Viszont ő hozzájuk képest szerintem üdítően sok a zöldségféle. Tehát az osztrák-német konyhához képest itt azért van zöldség. Nagy kérdés, hogy tükrözi-e vajon ez a szakácskönyv az otthoni evés szokásrendjét. Mert azért azt mindenképpen föl kell tenni azt a kérdést, hogy milyen recepteket rögzít egy anya egy ilyen szakácskönyvben. Mert, amire büszke. Mert nincs benne egy tökfőzelék, mert nincs benne egy bableves, mert nincs benne egy csurgatott tojásleves, mert nincs benne egy tejbegríz. Viszont olyanokat mond, hogy és akkor keverd addig, amíg kisgyermek kása formára besűrűsödik. Tehát ugye itt egy anya ír szakácskönyvet a lányának, Juliának, egészen biztos vagyok benne, hogy ez történik, és egy csomó dolgot tudottnak tételez. Egy csomó dolgot nem kell leírni.
Azt mondja, gyúrd meg a tésztát, de lágyabban, mint kalácsnak. De nincs a könyvben kalács recept. Tehát Júlia, aki itt már anyáni nagyló lány, mindjárt férjhez adják, tud kalácsot készíteni, azt nem kell leírni. Nem tudom, nekem abszolút beleillik abba a rendszerbe, amit szoktunk mondani, hogy körülbelül már térbe, meg időbe. Ugye azt most nagyon leegyszerűsítve, tömbökbe gondolkozva, hogy három nagy tömb van, ugye az erdélyi konyha, az alföldi konyha, a dunántúli konyha, ugye a Pannonia, Barbaricum és Dákia. És tehát, hogy valamikor tényleg ekkor lehetett a paprika boom, de hogy valószínűleg ez az Alföldről indul, tehát Kalocsa, Szeged, stb. És itt még azért ez a majdnem érintetlen ez a terület. Ugye Erdély meg végig érintetlen marad, ugye Igen. Ez egy sokkal zártabb terület. A másik viszont, ami nekem nagyon furcsa volt, ugye két alap régi szakácskönyvünk van, a kolozsvári, amiről te rengeteget írtál, ami ugye a káposzta kolozsvári módon és a töltött káposztával indul, és a csáktornyai zrínyi, ami egy kéziratos, annak a zrínyinek a szakácskönyv, vagy annak a zrínyi udvarnak a szakácskönyv, az a kor, és az is úgy kezdődik, hogy a káposztás hússal kezdem el, mely Magyarország és Horvátország címere. Ehhez képest, tehát azt gondolná az ember, hogy ez így mindenen átívelve, ugye a káposzta az mindent meghódított, ehhez képest ebben nincsenek káposztás receptek. De vannak azért csak a csúszpájzok között, és Aha. Nem túl sok, de még Akkor a töltött káposzta is neki a csúszpájzok közé csusszan. Ja, tényleg van benne töltött káposzta, van igen. Benne... De nagyon kevés káposzta van benne, ahhoz igen. Képest, hogy... Igen. Na most az úgynevezett Misztótfalusi Kismiklós féle kolozsvári szakácskönyv, az szerzetesi szakácskönyv. Arról én egészen biztosan tudom, és meggyőződéssel állítom, mert ugye a kéziratán az van, hogy melyet elsőbben a Csiki klastromban írtanak, 1693, tehát annak köze nincsen tulajdonképp Kolozsvárhoz se, de a Kis Miklóshoz azon kívül, hogy ő nyomtatja ki, azon kívül az ég adta világán semmi. Úgyhogy az ilyen szempontból is érdekes, és olyan is a felosztása, hogy a húsos étkek, az kezdődik a káposztával, akkor vannak a szültek, a sült húsok, vajas étkek, mint egy átmenet a húsos és a böjtös ételek között, és akkor vannak a böjtös ételek. Tehát látszik, hogy egy szerzetesi logika szerint szerkezte. Nagyon érdekes ez a vajas ételek dolog, mert azt akkor tudtam meg, amikor írtam róla, hogy ugye a tejtermék is böjtben tiltott ételnek számít, mert állati eredetű, az alól csak a hal és a vízben élő bármi kivétel, és tök vicces, hogy a vidrát meg a hódot is tiszta állatnak tekintették, meg a szárcsát, úgyhogy az vízi állatként fogyasztható volt, de a vaj például nem. És hogy 1611-ben kéri a magyar egyház a pápa engedélyét arra, hogy a török hódoltság állapotai közepette engedélyezze a magyar katolikusoknak böjtben a vaj fogyasztását, és ezt megkapták, ezt az engedélyt. Na most nyilván a szerzetesek ezzel nem, vagy kevesen éltek csak ezzel a lehetőséggel, de a szakácskönyvben a vajas étkek az egy külön fejezetet kapott. Na most ami a főzelékféléket illeti, ugye itt az a nagyon érdekes, hogy a magyar konyhának ugyanilyen a paprika mellett egy másik címerállata, ez a rántásos főzelék. Nekem személy szerint a halálom, mert én nem is csinálok rántásos főzeléket, mert nem szeretem, hanem krumplival vagy a saját alapanyagát lemixelve azzal sűrítem. De már itt a rántás javában szerepel, és nagyon elképedtem, amikor próbáltam visszafejteni a rántásos kajáknak a történetét, és akkor az 1600-as években nem hívják ugyan még rántásnak, de már az az előírás, hogy ráncs meg lisztet tiszta vajban. Szóval a rántott étel az eredetileg azt jelentette, hogy zsírba hirtelen, vagy zsíradékba hirtelen kisütött akármi. És akkor azt abból te kirántod. És akkor lett belőle a rántott hús, a rántott csirke, a rántott bármi. De hogy a lisztnek a megrántása vajban,
ez megjelenik már az 1600-as évekbeli magyar konyhában, közvetlen azután, hogy a franciáknál is megjelent a roux nevű dolog, ami azt jelenti, hogy rozsda amúgy, és ami ez volt, és arról is most tanultam meg, hogy igen, de a roux felhasználása az másmilyen. A roux az úgy készül, hogy azonos mennyiségű zsiradékot és lisztet összepirítanak, szükségtől függően sötétebbre, világosabbra, és amikor kész, akkor hagyják kihűlni, és hidegen adják hozzá ahhoz az ételhez, amit sűríteni akarnak vele. Tehát a roux az így működik. A roux nem úgy működik, mint a magyar rántás. Itt már nagyon sok mindenbe beleteszi a rántás gátlástalanul, használja a habarást is, használja a lisztszórást is, de a rántás mindent visz. Na most nekem van egy nagyon nagy bánatom ezzel a könyvvel kapcsolatban, de erről majd fölvilágosítasz, és ez is beleillik az én képletembe. Nincsen benne pacal. Hát nincs. Pedig rengeteg ugye marhának szinte minden alkatrésze előfordul, belsőség is, stb. Ez is azt a képletet látszik erősíteni, hogy ugye a 19. században teljesen lesüllyed ilyen béres, proletár, sőt állateledel szintre a pacal. Még ha eszik, akkor se menő beleírni egy ilyen polgári szakácskönyvbe ezt az alapanyagot. Viszont ami engem még jobban, ugye ez nem lepett meg, ami meglepett, hogy állunk mondjuk például a birkával, ami egy alföldi szakácskönyvből, ebből a korból biztos, hogy nem. Hiányozhat mondjuk, vagy a bárányjal mondjuk, a bárányjal, birkával az Erdélyből se, és a disznóhússal, ami megint csak egy alföldi konyhából abszolút nem hiányozhat. Igen, ez nagyon érdekes a húsoknak. Ugye van egy ilyen rangsora, hogy a húsok húsa a marhahús. Aztán utána jön a disznó, aztán jön a birka, jön egy külön fejezetbe a szárnyas állat, ami megint egy más ügy, és ugyanilyen meglepően nagyon kevés a vad ebben a szakácskönyvben, ami azt jelzi, hogy a családtagok nem vadásztak, vagy nem jutottak hozzá különösebb mennyiségű vadhúshoz. A disznó az tulajdonképpen ugye a török időkben emelkedik magasabb rangra, miután az egyetlen hús volt, amit a török nem evett el előlünk, ennek következtében akkor kialakul a disznóhús elkészítésének is egy nagyon megnyerő sokfélesége. Én azt hiszem, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy említésre sem méltó ételek ezek a szakácskönyvben. De miután zsírral főz, anya zsírral főz, nem létezik, hogy ne vágassanak. Használ egy kicsit sonkát, használ egy kicsit kolbászt, egy-egy receptbe elvétve, de kizártnak tartom, hogy ne ettek volna jóval több disznóhúst, mint amennyi ebben a szakácskönyvben szerepel. És ugyanez a helyzet a birkával, hogy van benne egy vagy két ilyen bárányos recept, de az sem számít rangos ételnek. És ha egyszer hozzájut marhahúshoz, mert van a városban egy jó mészárszék, ahova bármikor be lehet fordulni, és bármikor megtalálja a marhahús, akkor nyilván ezeket a recepteket fogja előtérbe helyezni. Most ami engem egy másik nézetből meglep, az, hogy egy csomó eljárást nem ír le, nem tanít meg, például a hús sütésének a mikéntjéről szinte nincsen szó, ami ugyanoda tartozik az én véleményem szerint, mint a kalács meg a tejbegrisz, hogy ezeket egy 16 éves lánynak akkorra már tudni kellett. Hogy ezeket nem kell részletezni, ezeket nem kell leírni, mert hát tudja, hogy kell egy szelet hirtelen sült húst kisütni, vagy hogy kell, mit tudom én, egy egybesült disznóhúst elkészíteni. Ráadásul ugye ez a marhánál nem is olyan egyszerű, mint a disznóhúsnál. Nyilván ez egy sokkal, sokkal bonyolultabb dolog marhát sütni, mint disznót sütni. Persze, pácolgatja, mit tudom én, tehát, hogy ezeket leírja, ezeket a nagyon bonyolult eljárásokat leírja, de ami ez természetes kell, hogy legyen a tudás, a madarak sütéséről egy szó nincs. Hogy süss meg egy csirkét. Rakd be egy tepsibe, süssd meg, hát mi van, lányom? Hát. Lehet, hogy azt már nem ő süti?
Azt nem hiszem. Nem. Mert ez már nem az ő melója, nem? Nem, mert itt vannak azért olyan bonyolult receptek, amiket szintén inkább bíznál férfira, de nem, mert itt benne van, hogy nem, hogy hát kell. Mondjuk a főzőasszony, vagy hát a cseléd, vagy a, mindegy, nem vagy tudom, a szakácsné, mindegy. Szóval, amit... Igen. Ami még nagyon fontos, és ez ugye megint csak összefügg a paprika bummal, ami itt egy nagyon kezdetleges állapotában látszik, hála Istennek. Mert ugye azt szokták mondani, hogy ez a paprika boom minden előnyével együtt azért teljesen kipusztítja azt a fűszerkultúrát, amit az előtte lévő szakácskönyvekben láthatunk. Ami nyilván egy sokkal nagyobb fűszerkultúra, mint ami valójában lehetett mondjuk egy egyszerű háztartásban, mert ugye nagypolgári, nemesi konyháknak a szakácskönyveit ismerjük a paprika boom előtt főleg. De hát azért itt is látszik, hogy nem az a teljesen leegyszerűsített sóbors, paprika, szent háromság van, hanem a régi magyar konyhának rengeteg fűszere látható, mínusz csombor, ami ugye hát az erdélyi, át kell menni a királyhágon. Erdélyi fő fűszer, tehát ez is megint beleillik a földrajzi képletbe. Igen. Milyen fűszerek vannak? Igen, hát szinte minden van, a legtöbb az rengeteg a petrezselyem. Azt mindenbe beleteszi a petrezselyemet nyakló nélkül rettentő mennyiségekben, úgyhogy az a legfontosabb. De a petrezselyem mellett használ kaprot, használ borsikafüvet, használ lestyánt, zellert sokat, most ott nem dől el, hogy most abból mennyi a gomó, mennyi a zellert, vagy mennyi a zöldje, de azt is igen, hát most nem kezdem föllapozni itten, de meglepően nagy lista lett ezekből a zöldfűszerekből, és én azt gondolom, hogy ezek a régi, a szegényebb embernek a konyhájába is azért könnyebben benne lehettek, mert ezeket kiskertbe is lehetett ültetni, nyilván ültették is, ilyen rozmaring, bazsalikom, kakukkfű, zsája, izsó, mit tudom én, tehát hogy ezek a falusi kertekbe is könnyen megteremhettek. Jó eséllyel használhatták őket növényvédelem céljára, mert hogy ez nem nagyon köztudott, de azért aki ért a régi kertekhez, az tudja, hogy ezeket a szerzetesi kertekbe is, és aztán ahogy tőlük megtanulták a falusi kertekbe is, olyan növénycsoport társulásokba, vagy növénycsoportokba, olyan növénytársulásokba ültették, amelyek egyben növényvédelem célját is szolgálták. Mert egy csomó mindent, ha egymás mellé ültetek, akkor az egyiknek a kártevője annyira utálja azt a szomszéd másik növényt, hogy nem megy oda azt megenni. És ezt mostanában az utolsó, mit tudom én, néhány évtizedben kezdik megint felfedezni a biokertészek, hogy ezt érdemes csinálni. Biztos, hogy a régieknek erről sok komoly tudása volt, főleg a kolostorkertekben biztosan. Tehát, hogy ezek szerintem a régi magyar konyhában nem csak a főúri konyhákban voltak jelen, hanem az egyszerűbb emberek konyhájában is jelen voltak. Most egy erdélyi szakácskönyvet dolgozok éppen föl, nagyjából ugyanebből a korból, és ott is ugyanez megfigyelhető. Az is kéziratos. Kéziratos, igen. És az kinek a szakácskönyv, arról lehet valamit tudni? Jaj, arról rengeteget lehet tudni. Csak annyit, hogy ez egy polgári szakácskönyv. Abszolút polgári család. László, Nina, és körülbelül 1850. Teljesen egy idős ezzel, úgyhogy nagyon érdekes lesz összehasonlítani, hogy a kétféle konyha miben tér el. Abban van pacal. Nagyon helyes. Igen. Majd kérem tőled. Még egyet hagyd kérdezzek tőled, hogy azt miért tartottad fontosnak, hogy erről az általad anyának hívott szakácskönyvíróról ilyen mélyreható, mély lélektani elemzést adjál, hogy írásszakértő vizsgálja az írását, stb. És minden kis lelki rezdüléséről tudjunk, hogy ő milyen ember volt. Minden szakácskönyv mögött van egy ember, és én nagyon szeretném ismerni azt az embert. Ugye nagyon sokszor ezek a sült német lopott szakácskönyvek, ezek ilyen szempontból alkalmatlanok. De egy magyarországi szakácskönyvnél, ha már valamit is tudunk a szerzőről, akkor ott azért előpenderedik nekünk Mosonból egy ilyen fiatal fehér nép, mert hát mondjuk, ha van neki egy nem tudom 16-17 éves forma, vagy 15-17 éves forma lánya, akkor még ő sincs 40 éves.
ott van egy fiatal nő, és a guta majdnem megütött engem, hogy nem voltam képes megtalálni azt a Molnár családot, amelyikbe ő beletartozott. Elmentem a Mosonmagyaróvári Múzeumba, ott végignéztem azt az irathagyatékot, amiben reméltem találni, mert hogy egy nagyon híres mosonmagyaróvári tanárbácsinak a lányától, aki szintén tanárnő volt, került a jelenlegi tulajdonosához ez a könyv. Akkor ott nem találtam meg semmit, akkor bánatomban befizettem sok pénzt, jó nem olyan sok, de befizettem pénzt a Győri Egyházmegyei Levéltárba, hogy tudjam nézni online az anyakönyveket, de azok nincsenek indexálva, érted, szemet kifolyik, és akkor ott ezeknek a részeges káplánoknak, meg ilyen reszkető kezű plebánosoknak a latin bejegyzéseiből próbáltam a molnárjaimat valahogy kibányászni. Ez egy elég gyakori név ez a molnár. És na most ez az. Ugyanakkor meg azért nagyon idegesítő volt, hogy ebből a társadalmi rétegből, ahova biztosan tartozik az én családom, ebből nem találtam ebben a korban egy darab fia alkalmas molnárt se. Hogy úgy én szeretném látni ezt az asszonyt, aki a saját szedetvedett cédulákba halmozódó zsírpecsétes receptgyűjteményét elkezdi beszámozgatni, sorba rakni, tartalomjegyzéket ír, megszerkeszt egy nyomdakész szakácskönyvet a lánya kedvéért, és ahogy ebbe ugyanúgy az erdélyi szakácskönyvbe is ott van egy kikacsintás, ott van egy ilyen anyai összeröhögés a címzettel. Tehát ugye ennek a címe elég vicces lett, mert mindenki elröhögi magát rajta, hogy 600 tojás egy segörbe mi ez. És az egyik leves receptbe írja anya, hogy és amikor megcsináltad azt a kenyérlevesedet, akkor személyenként üss bele egy tojást, de ne ám görbét. Igen, ezt most nem mondjuk el, hogy mit jelent, hogyha görbe egy tojás, de annyit azért elmondhatunk, hogy ez az utóbbi évek legpánkabb címe, amiben, hogyha majd elolvassák ezt a könyvet, akkor tudják megonni, hogy ez kiderül, mit jelent. Kiderül, hogy miért. Szóval én ezért akartam anyát megismerni, mert én úgy éreztem már a végére, hogy nagyon jóban vagyok vele, hogy nagyon szeretném őt megmutatni az olvasóknak is, és akkor ezért kitaláltam azt, hogyha tényleg semmit nem tudunk, hogy akkor megkérem az én nagyon kedves és nagyon nagyra becsült grafológus barátnémet, Podonyi Hedviget, aki vállalta ezt a kedvemért, hogy akkor ő megnézi a kézírást, meg aztán van benne a 260-valahány recept végén még van 10-valahány recept, ami egy másik kéz, amit Júlia kezének vélelmezünk, és hogy írja meg nekem, hogy az írás kép alapján mit gondolunk. És akkor ő csodálatos elemzéseket készített, amik szerintem rém szórakoztatóak. Az ember nagyon meg is lepődik, hogy mennyi mindent lehet az írásból kibogozgatni, és hogy én hogyan tudtam a szövegnek a nem a betűi, hanem már a szavai alapján alá, tökéletesen alátámasztani azt, amit ő mond. Ez már valószínűleg a te írói és olvasói éned, mert ezt én is megtapasztaltam már, hogy amikor egy szakácskönyvvel foglalkozik az ember sokáig, mondjuk Rézi nénivel vagy Móra Ferencnével, előbb-utóbb előugrik egy regényhős a receptek közül. Igen. Egyébként az, hogy belőlem előugrik az írói izé, az egy dolog, de hogy a szakácskönyvek szerzői is valójában itt nyomot hagynak a maguk módján, és van egy erdélyi néprajztudós, egy nagyon-nagyon okos és nagyon hát, kitűnő ember, Keszeg Vilmos, aki a női írásbeliség problematikáját nagyon érdekesen és nagyon hatékonyan és hasznosan elemezte, és ő kifejezetten kitér a női receptkönyvekre. Tehát a receptírás, a receptek továbbadása, tehát hogy milyen lehetősége van egy asszonynak arra, mondjuk a 19. században egy alsó középosztályi feleségnek, hogy ha netán van neki írói vénáját, lásd Bovariné, hogy most akkor hogy bontakozunk ki? És a Keszeg Vilmos nagyon érdekesen ír arról, hogy ez bizony, ez a receptgyűjtés és receptírás, ez ennek a kibontakozásnak az egyik útja. Úgyhogy így is nézhetjük, hogy egy írótársal van dolgunk, akinek nem volt más esélye arra, hogy kifejezze magát, és hát itt azért még a Volnai Vérektől messze vagyunk.